Február 29-én lejár a Szülőföldön Magyarul című program támogatásaira benyújtható igénylések határideje. A magyar állam kínálta nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás idén más ütemtervet követ. Erről és az eddigi tapasztalatokról kérdezem a továbbiakban Tárkányi Erika tanárnőt, az ügyintézésben résztvevő Romániai Magyar Pedagógus Szövetség képviselőjét. Üdvözöllek, Erika, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Csak az igénylések leadásának határideje változott, vagy esetleg egyéb is az idei program lebonyolításában? Az idei program lebonyolítása korábban lett meghirdetve. A Bethlen Gábor alap már január elején jelezte, hogy az idei igénylés valószínű, hogy egy korábbi időpont meghirdetésével kerül sorra, és január 15-én sikerült is ezt a pályázatot meghirdetni. Így január 15-i dátumtól kezdődött az idei igényléseknek a beindulása, és február 29-éig tart. Tehát tulajdonképpen nem módosult az igénylési idő, mert az megmaradt a több mint egy hónap, viszont módosult az, hogy az eddigi tavaszi időpontokhoz képest most egy jóval korábbi téli januári időpont. És mivel indokolják ezt a módosítást? Mi erre nem szoktunk rákérdezni, örülünk, hogy jön, hogy a magyar állam támogatása továbbra is a határon túli magyarság számára és a határon túli oktatásban résztvevő gyerekek számára jön, és hogy erre számíthatunk. Örülni szoktunk, valahányszor felkérnek arra, hogy mi ebben a pályázatban lebonyolítóként részt vegyünk, hiszen azt jelenti, hogy akkor sikerült a pénzalapokat úgy elkülöníteni, hogy ezzel a támogatással biztosan az idei évben is a gyerekeinket, a magyar oktatásban résztvevő gyerekeinket támogatni tudják. És hogy látjátok, rögzült ez a köztudatban, hogy jóval korábbi a leadások határideje? Általában ezek a változtatások szoktak az okai lenni annak, hogy az emberek lekésik, vagy figyelmen kívül hagyják a pályázatot. Viszont én azt tudom mondani, hogy azért a magyar köztudatban és itt Kolozs megyében eléggé rögzült az, hogy létezik ez a támogatás. Most már egyre többen érzik ennek az anyagi vetületét is, hiszen az anyagi juttatások kiosztása már megtörtént és le is zárult a tavalyi év decemberében a 2014-15-ös tanévre, tehát valószínű, hogy azért az emberek figyelnek, amikor hallják, hogy ez korábban meghirdetett az idén, akkor reménykedünk abban, hogy erre odafigyelnek. Természetesen mi köszönjük a lehetőséget, hogy itt erről beszélhetünk, mert ez is nagyon sokat jelent abban, hogy az emberek figyelmét felhívjuk erre, az érdekeltek figyelmét, és mindenféle más portálon, Facebook oldalunkon és különböző kapcsolattartási lehetőségeinken keresztül, úgy a személyközi kapcsolattartásunk, mint az internetes kapcsolattartásunk keresztül mi ezt emlékeztetjük és mondjuk, kérjük, hogy figyeljenek oda, hogy az idén február 29 határidő. Bizonyára ez sokak számára jól jön, tehát ez a hétfői van, nap. Ez a hétfői nap, ez a posta bélyegző dátuma. Úgyhogy a posta nyitva van este 8-ig, még 8-kor be lehet suhanni, és hogyha elfogadják, akkor... Így van. Milyen iratokat kell leadni? Ez ugyanúgy történik, mint a korábbi években. Igen, mint eddig az iratok az igénylési csomagban, a pályázathoz járuló borítékban le vannak írva. Hát ezek általában mindig személyes iratok, amiket kérnek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülő az igénylő, mert a gyerek kiskorú, akiért igényli ezt a támogatást, és a szülő az igénylő személyi igazolványa az érvényes legyen. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy ennek a személyi igazolványnak a másolatát ne felejtsék el betenni a borítékba, mert abban a borítékban, amiben a szülő tájékoztatást is kap a pályázati adatlapról, magát az adatlapot megkapja, abban ez le van írva, csak az ember ilyenkor hajlamos arra, hogy kitölti a pályázatot, aláírja és postázza is. Tehát fontos ezeket a mellékleteket betenni, tehát a szülő nevére kiállított személyi igazolványnak a fénymásolata annak a szülőjének, aki igényli a támogatást, mert itt is megosztik, hogy mikor apa, mikor anya igényli. A gyerek kereszteveléről kell egy fénymásolat, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy iskolai igazolás. Ami óvodalátogatási és iskolalátogatási igazolás, ami arról szóljon, hogy a gyerek magyar nyelvű oktatásban részesül.
Előfordul még ennyi év után is, hogy elutasítanak egy-egy kérést? Pont emiatt, hogy esetleg kimarad egy-egy irat, vagy... Igen. Sajnos az idén februárban volt egy megbeszélésünk, és én akkor beszéltem az országos központban dolgozó munkatársal, és mondta, hogy az esetek többségében az elutasítottak amiatt vannak elutasítva, hogy kimarad egy lap, illetve újra kérik, küldenek nekik levelet, hogy vigyázzat, ez kimarad, és sajnos ezt nem pótolják. Illetve nagyon-nagyon sok esetben történik az meg, hogy a szülői személyigazolvány lejár. Tehát a szülő pályázik ugyan, de a személyigazolványa márciusban lejár. Na most ezt egy februári pályázatba beküldi, viszont a pályázat feldolgozása az több hónapos, körülbelül május végére fogják az idén befejezni a pályázati adatok feldolgozását, és hogyha lejár a személyigazolvány, akkor újra kell küldeni az új személyigazolvány másolatát. Úgyhogy erre jó lenne, hogyha odafigyelnének az igénylő szülők. Körülbelül hányan igénylik Erdélyben, Romániában ezt a támogatást? Szép számban, én mondhatom azt. Hát most Kolozs megyéről tudok beszélni. Kolozs megyei adatok szerint több mint 9000-en, tehát 9380-an igényelték a tavaly ezt a támogatást, és ez egy szép szám, azt jelenti, hogy ennyi gyerekünk tanul magyar nyelvű oktatásban óvodától egészen liceumig, tehát liceum 12. osztály befejezéséig, viszont arra oda kell nagyon figyelni, hogy sajnos azoknak a gyerekeknek, akik olyan óvodai körülmények között tanulnak, hogy bölcsődei csoportba járnak, azoknak egyelőre ez a támogatás nem nyitott, tehát a program kimondottan az óvodás korú gyerekekről szól, illetve az óvodáskorú gyerekek támogatásától, óvodáskortól pedig 12. osztály elvégzéséig. Voltak olyan visszajelzések is, hogy 12-es gyerek, aki a 18. évét betöltötte már, de még 12. osztályba jár, különös elbánásmódban részesült, ami a pályázatnak az odaítélését jelentette. Igen, ez azért történik így, hogy kapnak egy ilyen értesítést, hogy akár nem kapnak értesítést, hanem késleltetik a pályázati összeg kiutalását, mert a gyerek nagykorúvá válik. És akkor itt megint van egy ilyen bökenő, ilyen sajátos így van, is, hogy akkor ezt kivizsgálják, hogy igen, a nagykorúvá vált gyerek járhat-e még közoktatásba, természetesen járhat, mi ezt visszaigazoljuk, és akkor a pályázati pénzeket ők is megkapják. És ezek az összegek nem változtak, akkor mondjuk el így a végén, hogy ezek az összegek nem változtak számára, óvodások számára. Igen, hát a tavalyi évben is a 17 ezer forint feletti összeg volt a mérvadó. Én azt mondanám, hogy ez egy olyan 230-240 lej körüli értéket jelent. A hallgatói támogatás, amit az egyetemisták érhetnek, amit a külön pályázati lapon leadva kell, de családonként egy pályázatba lehet elküldeni, annak az összege ugyanolyan összeg maradt, tehát az 2400 forint, az jóval kevesebb, de a taneszköz, a tanszertámogatás, a nevelési oktatási támogatás a kisiskolásoknak, óvodásoknak és liceumi tanulóknak ugyanaz maradt. Tárkány Erika, köszönjük szépen, hogy itt volt. Ne felejtjék, kedves nézőink, az érintettek február 29-ig adhatják le pályázataikat, hogyha eddig még nem tették meg.